Szóval a Váltótér cím több jelentésű. Az első ízben, 92-ben a Miskolci Egyetem Paternoszterében találkoztam a valóságban ezzel a felirattal. Az Egyetem Paternoszterében rendeztünk egy performance-t, és ott az első emeleti pihenőbe hívtam a vendégeket, ott terítettünk meg két asztalt a föl és a lemenő ágban. És én a Paternoster fülkéjében ülve jártam körbe-körbe, és egy folyamat grafikát festettem a fülke falaira. Az utolsó emelet előtt van egy tábla, hogy váltótér következik, tessék kiszállni, és ha nem szállsz ki mégsem, akkor a következő tábla azt mondja, hogy váltótér következik, és hogy a váltótéren az áthaladás veszélytelen. Tehát a váltótér az egy műszaki szakkifejezés eredendően, ami a különböző technikai berendezések irányváltására szolgáló térrészt jelöli meg. Nem sokkal ezután, egy évvel ezután találkoztam ezzel a Dunai Szénrakodó épülettel, ami a bányászatnak egy emléke, és mai napig is Esztergom közelében a Dunában áll. És aztán később ezt az épületet neveztem el önkényesen Váltótérnek. Itt is egy olyan helyzet van, amikor a szén függőleges útja befejeződik, szóval a föld mélyéről fölkerülő szén, szenet átrakodják uszályokba, és onnan szállították tovább. És aztán ez végül is összefoglaló neve lett annak a művészeti projektnek is, amit most már hát több mint két évtizede csinálok. És mindez azért lehetséges, mert hogy ez a kor, amiben élünk, ez is egy ilyen különleges kor, mert most éljük azt az időszakot, amikor a körülöttünk lévő tárgyi kultúra teljesen megváltozik, az eddig megszokott tárgyak helyébe teljesen más alakú, formájú és szellemi töltésű tárgyak kerülnek. Mivel ez egy áttekintő kiállítás az eddigi munkáimból, ezért úgy gondoltam, hogy ennek a kiállításnak is a Váltótér címet adom, hiszen azok a munkáim is, amik korábban keletkeztek, még mielőtt erre a névre ráakadtam volna, azok is beilleszthetők ugyanebbe a folyamatba. A korai videó munkáim, amiket 78-80 között készítettem, azok is hát folytatódnak most a 2014-es munkákban is. Vannak felvetések, amiket 20-25 évvel ezelőtt tettem, és vannak ezekre olyan válaszok, amik nem születhettek volna meg 20-25 évvel ezelőtt. Tehát, ezért említettem a videót, mert hogy az akkori rendelkezésemre álló fekete-fehér technikai és műszaki berendezésen az nem volt alkalmas azokra a feladatokra, amiket most meg tudok csinálni a mai technikával. Van egy érdekes dolog, hogy amit a Nam June Paik elkezdett a 60-as években, azt most lehet folytatni. Tehát most van egy olyan technológia a birtokunkban, ami mindenki számára elérhető, és hogy most lehet folytatni azokat a munkákat, amiket 20-30 évvel ezelőtt hát nem tudtunk elvégezni, mert nem volt meg a megfelelő technológia hozzá.